Három év kihagyás után ismét Székesfehérvárra érkeztek a csángó hagyományőrzők. A Városháza dísztermében a Pusztinai Kakasok zenekar lépett fel és adott ízelítőt a páratlan csángó magyar népi muzsikából. A város nevében Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a fellépőket. Nagy szerencse, hogy Pusztinán szinte általános dolog a kiemelkedően jó zenei hallás, ezáltal a dalokon, zenén keresztül a nyelvet is könnyebb volt megőrizni. Erre építette Nyisztor Ilona a pusztinai gyermekek csángó magyar nyelvi fejlesztését is, és ezt tette lehetővé, hogy kultúrájuk bemutatásával a Kárpát-medencén túra is eljussanak. A Pusztinai Kakasok együttes 2019-ben jött létre a Pusztinai Magyar Házban, ahol a Magyar Örökség és Európai Polgárdíjjal kitüntetett csángó magyar népdal énekes Nyisztor Ilona szárnyai alól nőttek ki a tagok. A zenekar tagjai korábban rendszeres résztvevői voltak a Székesfehérvári önkormányzat nyári táborainak. Immár fiatal felnőttként küldetésüknek tekintik, hogy a csángó kulturális örökséget, a hagyományokat felélesszék, éltessék és felelősséggel továbbadják. A magyar népzenével a nagymamám által is sikerült találkoznom, őtől hallottam az első népzenét, és hát csángó magyar dallamokat, archaikus imádságokat is tőle hallottam és tanultam majd, és már 12 éve énekelek, népzenével foglalkozom. A kakasok küldetésüknek tekintik, hogy a csángó magyarság szívében, lelkében élő tisztaságot, őszinteséget, erőt megmutassák és továbbadják.